egy régi hagyomány új köntösben. A múlt héten ismét színész újságíró rangadót rendeztek. Bár a Szúrt ezúttal nem a Népstadion több tízezer nézője előtt játszották le, ez nem szegte kedvét a résztvevőknek. Ráadásul ezen a mérkőzésen ünnepelték a Népsport egykori labdarúgó rovatvezetőjének, Várkonyi Sándornak a 75. születésnapját. Nem mindennapi eseményre gyűlt össze a színész és az újságíró válogatott múlt hét szerdán a Népligeti építőkpálya csarnokában. Gyerekek, 75. születésnapján köszöntötték fel Várkonyi Sándort, a Népsport egykori labdarúgó rovat vezetőjét, az újságíró válogatott mai napig oszlopos tagját. A 75 éves Várkonyi Sándornak a világ legjobb játékvezetőjének, na ez az átlátok. Várkonyi Sándor a Népsport újságírójaként 30 éven keresztül követte figyelemmel a magyar labdarúgás történéseit. Írt nagyszerű eredményekről és csúfos vereségekről is. Nemrég jelent meg könyve Mivé lettél futballkirály címmel. Ez tulajdonképpen egy emlékkönyv, ez a itt fél évszázad krokiai vannak összegyűjtve. Ez a valahol a magyar futballnak a könnyed, a 30-35-40 évnek a könnyed feldolgozása ez a könyv. A Sanyi bácsi tiszteletére rendezett színész újságíró rangadó kezdőrugását ki más végezhette volna el, mint maga az ünnepelt. Írtó aranyos gyerekek ezen. Hiába 1960 óta, ugye az hány év? Az ugye 52 éve játszom itt az újságíróknál, és egy hallatlan jó társaság ez. Az öregek is, meg még a mai fiatalok is. Számomra egy óriási meglepetés volt, aranyosak, kedvesek, tényleg nagyon megható. Fantasztikus volt vele játszani, jobban ellene játszani. Nagyon, nagyon kifinomult technikája volt, és hát élt-halt, de a mai napig is a játékért, és ez mindig lenyűgözi az ember. Én hála Istennek több mint 30 éve játszom a színész válogatottban, tehát még érzékeltem az ő úgymond fénykorát, amikor igazából ereje teljében volt. Sanyi bácsi óriás erénye a nagyon jó labdatartása, még mindig nagyon jól cselez, és ha ne a Isten sikerül szerelni, akkor azonnal befújja a szabálytalanságnak. Tehát nem lehet tőle venni a labdát. A 70-es, 80-as évek színész újságíró rangadóit a Népstadionban rendezték, rendszeresen több tízezer néző előtt. Évtizedeken keresztül Várkonyi Sándorral a mezőnyben. Rengeteget játszottam ellenük. Hát még a régi hősi időben, mikor még tele volt a Népstadion, 80 ezer néző előtt játszottuk a Szúrókat, hát az maga volt a csoda. Szóval az egy népünnepé volt, tehát most ilyen már nincs. Ott föllépett a magyar színjátszás színejava, ott voltak a legmenőbb újságírók, a Vitraitól kezdve, a Szepesi, mindenki felvonult, de óriási volt. Szóval, és maga a játék is nagyon jó volt ellenük. Hát azért mondom, ezekkel tulajdonképpen nagyon jó viszonyban vagyok, mert valamikor volt egy művész SK, az olyan 30-40 évvel ezelőtt, nem tudom, hogy megvan-e, én ott játszottam, lecsaltak. Egyik Szúr után mondták, hogy jöjjek le, egy ilyen blaszt csapat volt. Ott együtt futballoztam velük, hát nem a mostaniakkal, hanem még a ilyen Zente Ferikkel, meg Juhász játszott. Egy nagyon, nagyon komoly, már a mi szintünkhöz képest komoly játék erővel rendelkezett és játék intelligenciával. Az, hogy ilyen nagy népszerűsége volt ennek a sorozatnak, biztos, hogy nagy jelentősége volt abból a szempontból is, hogy találkozhattak élőben azokkal a színészekkel, újságírókkal, akikről
csak hallott a közönség. A színész-újságíró viszony az elmúlt években sem romlott meg, sőt, a két válogatott rendszeresen megküzd egymással. A színészekkel, hál' Istennek, elég aktív a kapcsolatunk jelenleg is. Ugye azok a nagy szúrok már, amik régen voltak, hogy több tízezer ember jön ki a meccsekre, jelenleg talán nem annyira életszerű, viszont a színészekkel nagyon aktív a kapcsolatunk, hogy most is ugye Sanyi bácsi tiszteletére eljöttek és játszanak velünk meccset. Évente többször játszunk velük, és ezt akarjuk ezt folytatni és tovább erősíteni. Vidéken is, fővárosban is, esetleg NB1-es meccsek előtt előmérkőzés játszani a színészekkel, ilyen terveink vannak, és hát természetesen különféle tornákon azért szoktunk találkozni egymással, mert a színész válogatottat és az újságíró válogatottat is meg szokták hívni tornákra. A múlt heti rangadót az újságíró válogatott nyerte. Sanyi bácsit egy kisebb sérülés akadályozta meg abban, hogy ő is focicipőt húzzon az ünnepi meccsen. Ami késik, nem múlik. A két csapat következő találkozóján az újságíró válogatott várhatóan építhet majd a kiváló sportszerkesztő rutinjára.